Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Így karácsony táján mi emberek talán kicsit jobban odafigyelünk egymásra, ám van, aki az állatokra is jobban odafigyel. De vajon hol és hogyan tehetjük ezt meg? Erről szól következő szállításunk, kérem tartsanak velünk. Hány állat van jelenleg a gyepmesteri telepen? Jelenleg olyan 55 kutyus van a telepen, és egy gazdi kereső cica. Jellemzően hogyan kerülnek ide ezek az állatok? Mi történt velük? Hát a legnagyobb részük utcáról, kóborról, bejelentés érkezik, telefonon általában, de valamikor interneten. Jobban örülünk a telefonhívásoknak, mert az közvetlen, egyből érkezik a hívás, és egyből ki tudunk menni a helyszínre. A legtöbbjük utcán, kóborról kiérkezünk, egyből csippet nézünk, ha nincsen bennük csip, akkor kerülnek ide, és hát elég gyakran van az, hogy nem is keresik őket, sajnos. Aztán vannak olyanok, ahol gazditól hozunk el különböző okok miatt, van olyan, amikor a gazdi lemond róla, van, hogy kisgyermek születik, költözés miatt, válás miatt lemondanak a kutyusról, és van olyan, amikor úgymond rendőrségi segítséggel kobzásból hozunk el kutyákat rossz tartási körülmények közül, például ahol éheztetve vannak, láncon vannak, vagy valami miatt nem megfelelő a tartás. Mennyi időt töltenek itt az állatok, és milyen ellátásban részesülnek? A gyepmesteri telepen 14 napot, amióta sikerült átvennünk a menhelyet, 14 nap után átkerülnek a menhelyre. Fontos azt elmondanom, hogy altatás nem volt évek óta, helyhiány és ilyesmi miatt, úgyhogy ez így nagyon szépen működik. Hát természetesen, amikor bekerülnek, akkor egyből ugye féreghajtva vannak és bolhaírtva vannak, majd hogyha minden rendben velük az első pár nap, akkor megkapják az első oltásukat. Próbálunk megfelelően a kutyához mérten gondoskodni az élelmükről, az elhelyezésekről. Vannak fázósabbak, akkor nekik szigetelt kutyaház, szigetelt kenel, valamelyik, amelyik strapabíróbb, akár egy német juhász, akkor ő egy nem annyira szigetelt kutyaházban is el van, de próbálunk mindig a kutyához megfelelően helyet biztosítani neki, és van az az eset, amikor nagyon pici a kutya, vagy nagyon fázos, vagy esetleg sérült, akkor megpróbálunk idéglenes gondozást keresni nekik. Általában hány állatnak sikerül gazdát találni? Hát évente körülbelül olyan közel 300 kutya fordul meg a telepen vagy a kezeink között. Van, akinek nem kell szerencsére ide bekerülni, hanem csak így közvetített gazdi kereső is találunk gazdát. De körülbelül olyan 300 kutya az, ami megfordul itt, és így úgymond a gondozásunkban, és majdnem mind a 300 gazdásodik is. Van, amelyik rövidebb idő alatt, valamelyik hosszabb idő alatt. 14 napig minden esetben megfigyeljük őket, és van, amelyik már a 15.-16. napon gazdásodik, és aki a legrégebb óta van itt, az másfél éve itt van már sajnos. Most milyen kutyákat lehet örökbe fogadni? Milyen állatok vannak jelenleg itt? Hát ugye mondtam, hogy többnyire csak kutyák, de van azért egy-egy cica is. Én úgy gondolom, hogy mindenki igényeinek lehet megfelelő kutyust találni egy menhelyen vagy egy gyepmesteri telepen. Szóval aki esetleg ragaszkodik fajta a kutyához, van nagyon sok fajta kutya is sajnos, aki most már utcára kerül, és vannak kisebbek, nagyobbak, kölykök, felnőttek, úgyhogy van olyan, aki kifejezetten házőrző vagy telepőrzésre alkalmas, van olyan, aki igazi családi kedvencnek, akár ágyba alvós kutyának, úgyhogy én úgy gondolom, bárki, aki kutyabefogadás vagy örökbefogadás előtt áll, az látogasson ki a hozzá legközelebb eső menhelyre vagy gyepmesteri telepre, és biztos, hogy fog olyan kutyust találni, aki az igényeinek megfelelő. Mit javasol a leendő gazdiknak? Hogyan álljanak hozzá? Hogyan választanak kutyát maguknak innen a gyepmesteri telepről? Mindenképpen mérjék fel a saját igényeiket és a saját temperamentumukat. Szóval például egy nyugodtabb gazdi mellé, vagy idősebb gazdi mellé, vagy aki kicsit zárkózottabb otthonülő, ő neki egyértelműen nem egy német juhász vagy egy vizsla való, hanem egy nyugodtabb, akár tényleg egy fotelkutyus, akinek elég a napi 3-4-szeri rövidebb séta, aki viszont szeret maga is a családdal túrázni, kirándulni, annak mindenképpen javaslunk olyan nagyobb testű, olyan mozgásigényű kutyát. El szoktunk beszélgetni a gazdákkal, hogy milyen az életük, kicsit megismerni őket, aki teheti, azt ajánljuk, hogy többször jöjjön ki a telepre, és egy idő után, hogy melyik kutya melyik gazdához passzol. Voltak már nagyon extrém kérések, és ilyenkor próbálunk a gazdira hatni. Volt olyan, amikor 93 éves néni szeretett volna 8 hetes kiskutyát befogadni. Őt megpróbáltuk átterelni abba az irányba, hogy ő neki már nem biztos, hogy az való, hogy futni a kutyus után, szétrág minden.
mindent, mire szobatisztaságra tanítja, és mi lesz a kutyussal, ha a nénivel valami történik, vagy kórházba kerül. Őt akkor próbáltunk olyan kutyát mutatni, aki már idősebb, 7-8 éves, nyugodtabb, el tudnánk képzelni egy néni mellé. És akkor volt olyan, aki kiválasztott egy nagyon nyugodt kutyust, és elmondták, hogy például minden hétvégén kirándulnak 15-20 kilométereket, és mi mondtuk azt a gazdiknak, hogy hát ez a kutyus nem biztos, hogy arra való, hogy 15-20 kilométert kiránduljanak, és akkor ajánlottunk egy olyat, aki egilitisebb és nagyobb mozgásigényű. Jelenleg is van itt egy cica. Mi a helyzet a macskákkal? Hát próbálunk cicákat is azért befogadni a lehetőségeinkhez mérten, ugye nem egyszerű ennyi kutya közé elhelyezni őket, ráadásul azt kell mondanom saját tapasztalat alapján, hogy sokkal nehezebb egy cicának idéglenes gazdit találni, majd végleges gazdit találni, mert akinek már van cicája és cicabarát, annak már általában több is van, akár 8-10 macskája is van sokaknak, és ő már nem fog újat befogadni, és vannak azok, akik inkább kutyások, és ők meg azért nem, úgyhogy elég nehéz nekik gazdát találni, de azért kölykötést, sérültet nem szívesen hagyunk utcán, úgyhogy azon mindenképp megpróbálunk segíteni. Viszont a macskáknál még az nehéz eldönteni, hogy melyik, ami valójában kóborcica és segítségre szorul, és melyik az, amelyik csak kiáros cica. Ugye családi házaknál folyamatosan kiárnak a macskák, most akit jó állapotban látunk kint az utcán, az nem futunk oda és szedjük össze egyből, mert valószínűleg az csak valahonnan eljött. Vannak olyan panellakók, akik kiengedik a macskájukat egyet sétálni, egyet vécézni, úgyhogy ez a macskáknál egy kicsit nehezebb, mint a kutyáknál eldönteni azt, hogy ki kóbor és ki nem. A hideg beköszöntével sok embernek megesik a szíve a kóbormacskákon, és gyakran előfordul, hogy befogadják és etetik őket. Ön mit gondol erről a magatartásról? A magatartás természetesen pozitív dolog, mert gondoskodnunk kell azokról, akik esetleg nem tudnak magukról. Sok esetben két tűz közé kerülünk ebben a kérdésben. Ugye egyrészt megkeresnek bennünket azok a lelkes állatvédők, állattartók, akik ezeket a kóborcicákat etetik. Általában azzal a panasszal, hogy a házban vannak olyanok, akik nem szeretik a macskákat, és ez konfliktus helyzetet okoz, és ők bepróbálják panaszolni a macskát nem szerető gazdákat, majd utána eljutnak hozzánk a macskát nem szerető gazdák, akik bepanaszolják a macskát szerető és etető gazdákat, és nekünk kell, mint egy igazságot tenni a helyzetben. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy mindenki egy picikét természetesen nyugodjon meg a helyzetben, és mindenki tekintse azt, hogy itt egy élőlényről van szó, akit azért tiszteletben illik tartani, ugyanúgy, mint bármilyen más élőlényt, ha szeretem a macskát, ha nem szeretem a macskát, akkor is, és ezt a dolgot meg lehet tenni kulturáltan is. Tehát ha valaki ezt az etetést mondjuk egy lépcsőházban vagy egy pincében teszi, erről leszoktuk beszélni, mert ilyenkor oda nem csak enni jár a macska, hanem sajnos az aktív kandúrmacskák a pisilést is itt végzik el. Ugye ez egy elég büdös, kellemetlen illatú dolog, ami akár némely lépcsőházakba belép az ember, és azonnal facsarja az orrát, ez a kandúr pisi szag bűz. Hogyha ezt az etetést nem egy zárt térben tesszük meg, hanem mondjuk a ház közelében lévő bokor alá elhelyezzük a megfelelő kis tálakat, és akár egy egyszerű kis fa pálcikával kiteszünk egy táblát, hogy rendszeres macskaetető hely, ne zavarják a cicákat, akkor én úgy gondolom, hogy normálisan gondoló ember, még akár akkor is, ha nem szereti a macskákat, ezt képes lesz tolerálni. Ne tegyük zárt térbe a tálakat, ez talán az első szabály, aki pedig nem szereti a macskákat, az kerülje el ezeket a bokrokat, ahol ezeket az etetéseket elvégzik a gazdák. Ez nagyon szépen működik, Budapesten erre több helyen is van már példa, ahol ezt megoldják, és normálisan egy-egy macskavédő alapítvány az ügy mellé áll, és segíti ezt a ténykedést. Meg is szűnnek ebben az esetben azonnal a mindenféle ilyen macskamérgezéses esetek, vagy a macskabántalmazások, és szépen békességben lehet élni egymás mellett macskásoknak és nem macskásoknak is. Aki esetleg nem a bokor alatt szeretné etetni a macskát, hanem befogadná, ez mennyire szerencsés egészségügyi szempontból? Semmi probléma nincsen egy kinti cica befogadásával. Az a legfontosabb, hogy ilyenkor el kell hozni az állatorvoshoz a macskát. Nagyon szívesen megvizsgáljuk ilyenkor a cicát, hogyha bármiféle olyan problémája, betegsége van, akkor azt megpróbáljuk megoldani. Az első feladat ilyenkor mindig a féregtelenítés, mert azért úgy ne vigyünk föl a lakásba egy macskát, hogy esetleg férges lehet, és ezek a férgek akár az emberbe is átmehetnek, és bennünk is komoly problémákat okozhatnak. Erre ma már rengeteg nagyon jó és 100%-os hatékonyságú készítményünk van forgalomban.
akár úgy is, hogy nem a macska szájába kell beadni, ugye ez egy kemény feladat, mindig a tabletta lenyomás, de van már olyan féreghajtónk is, amit a cica szőrére kell rátenni, és 21 napig elpusztítja az összes létező bélférget. Majd utána természetesen egy alapos kivizsgálás történik. Ha itt bármiféle betegségnek a gyanúja van, akkor tovább lehet lépni esetleg gyors tesztekkel, és mi amilyen gyorsan lehet ezeknek a cicáknak az ivartalanítását szoktuk javasolni. Ugye, ha nem ivartalanítatja egy gazda, akkor abban a pillanatban, ahogy a tavasz beköszönt, és meghosszabbodik a nappaloknak az óraszáma, a macska azonnal elkezd akár fiúzni, akár csajozni, és hiába volt bent télen a jó melegben, hát a vére az beindítja őt és elindul, de ha ivartalanítjuk, akkor egy kellemes, aranyos, otthonülő, és tényleg egy boldogságot okozó állat lesz belőle, főként egy idősebb, egyedülálló embernek egy jó kis társ lehet egy ilyen cicából is. Mit tehet az ember az utcán etetett macska szaporulattal? Ez egy nehéz kérdés, itt jönne be a képbe mondjuk egy városnak is a szerepe, hogy a város területén működő alapítványokkal, állatorvosokkal összefogva mondjuk kidolgoznának egy ivartalanítási programot, és az itt lévő cicákat módszeresen befogni és ivartalanítani kellene. Megint csak budapesti példát tudok erre mondani. Ugye itt bérházakban szoktak ilyen gondok lenni, hogy iszonyatos mennyiségben felszaporodnak a cicák. Van egy kollégám Budapesten, aki azzal foglalkozik, hogy csapdákkal ezeket a macsekokat megfogja, és itt a bérházak a megrendelők. A bérházak kifizetik neki a macska befogását, kifizetik a cicák ivartalanítását, és itt az a kérés, és a kollégám is ehhez ragaszkodik, és csak úgy vállal el egy-egy ilyen munkát, hogy ivartalanítás után a cicát ugyanarra a helyre viszi vissza, és utána ez a macska a kis életterét ugyanúgy belakja, mint előtte, csak éppen nincs hozzá szaporulat. Ugye, ha ő ivartalanítani a macskát, és mondjuk bevinni egy macska menhelyre, vagy teszem azt két várossal, vagy két kerülettel odébb engedni el, ez nem lenne megoldás, mert annak a cicának a helyére azonnal jönne egy újabb macska, és nem oldódott meg a probléma. Nem az az állatvédelem és nem az a macskavédelem, hogy megfogok egy cicát, majd behozom az állatorvoshoz, vagy elviszem az állatvédőkhöz, és közlöm velük, hogy fogtam egy macskát, tessék neki gazdát keresni, hanem az az állatvédelem, hogyha ezt felelősen befogadva és 10 évre gondolkodva fogom utána tartani ezt a cicát. A tapolcai állatmenhely vezetőjének van egy nagyon jó pofa mondása, ezt el szoktam mondani mindig ilyen esetekben. Az úrike azt szokta mondani, hogy az ő számára az az állatvédő, akivel ő még soha nem találkozott, mert nem fordult hozzá segítségért, mert ha befogott egy állatot, akkor azt ő saját erőből megoldotta és elhelyezte, vagy saját maga befogadta, tehát vállalta érte a felelősséget, amit csinált, és ezzel nagyon egyet tudok érteni. Nem az az állatvédelem, hogy összeszedek valamit, majd utána ezt a felelősséget áttolom valaki másra. Tud-e segíteni a gyepmester abban, hogy befogja a kóbormacskákat, és az ivartalanítás után visszaengedje őket az eredeti területükre? Természetesen bármire nyitottak vagyunk, és mindig mindenhol megpróbálunk segíteni, de az fontos elmondani, hogy azért mi legfőképpen a kutyákkal, és ők annyira felemésztik az összes időnket, energiánkat és pénzbeli forrásainkat, hogy macskákon tényleg csak azt kell, hogy mondjam, hogy minimálisan tudunk segíteni. Viszont szerencsére most itt alakult egy olyan kis párfős társaság, akik a cicákon segítenek, úgyhogy velük azért próbálunk együtt dolgozni, és ők szinte meg csak cicák. Úgyhogy így úgy gondolom, az évek alatt azért tudunk rendesen együttműködni, hogy mi inkább a kutyák, ők a cicák, viszont ők is besegítenek sokszor nekünk kutyába, és mi is nekik a macskába. Kutyákon kívül milyen állatokat mentettetek még? Hát elég széles azért itt a dolog, mert nagyon sokféle volt már. Ugye a macskákról beszéltünk, volt már például 2 tengeri malacunk, amit itt a gyepmesteri telep mögötti erdős részen találtunk kidobva, miközben egy kutyát sétáltattam, egy gazdikereső kutyát, úgyhogy ez elég érdekes volt. Szerintünk itt rakhatták ki direkt, hogy rájuk bukkanjunk, és azért tudni kell, hogy egy ketrecbe vagy egy akváriumszerűségbe tartott tengeri malac nem biztos, hogy sokáig élt volna.
volna, úgyhogy szerencsére időben rátaláltunk. De azon kívül volt már egy vadászgörényünk, amit az elején nyesnek hittünk, ez volt az érdekesség, mert egy benzinkútról telefonáltak innen Ajkáról, hogy a kukában van egy állat, és hogy ők nyesnek hitték, és mi is nyesnek hittük, de ahogy napokon keresztül itt gondoztuk meg minden, elkezdett róla lejönni, olaj volt csak rajta, és teljesen kifehéredett, úgyhogy őt gondoztuk addig, míg egy vadászgörény mentő egyesület át nem tudta venni. Segítettünk már lovak mentésében is, és volt egy kecskénk is, akinek meghalt a gazdája, és új gazdit kerestünk neki, és sikerült. Hányan dolgoznak jelenleg itt a gyepmesteri telepen? Közmunka program folyik itt nálunk, most jelenleg 3 dolgoznak, és ugye én vagyok a vezető, de ez változik, mert ez a közmunka program sajnos ilyen 1-2 hónapos átfutásos, úgyhogy változó. Van, amikor csak 2 vagyunk, valamikor 3. A sétaprogramunk most már évek óta sikeresen működik. Ez ugye, hogy gyepmesteri telep, az elején voltak itt csaták, hogy szabad egy gyepmesteri telepről sétáltatni kutyát. Nagyon sok helyen, gyepmesteri telepeken, más városban ki sem engedik a kutyákat a kennelből. Nekünk szerencsére sikerült azt elérni, hogy miután letellik a kutyának a megfigyelés ideje és rendelkezik megfelelő oltással, itt a környékben, a telep körül és itt a környező erdős részeken lehet kutyát elvinni sétálni. Szerencsére egyre többen jönnek, először hétvégén jöttek az emberek, de most már szinte hétköznap is, nagyon sok a diák, megy ez a diák program is, ez az 50 óra kötelező letöltendő munka a diákoknak, ők is jönnek rendszeresen. Én úgy gondolom, hogy minden egyes 20 perc, fél óra egy-egy kutyának nagyon sokat számít, hogy elvigyék őket sétálni. Úgyhogy meg vannak kifejezetten egész olyan családok, akik járnak, egy családi kikapcsolódás egy hétvégi programnak is tökéletes. Vagy akinek esetleg nem lehet otthon kutyája, de szeretne segíteni a kutyákon, őt is szívesen, szeretettel várjuk. Mit tehetnek az állatvédők az itt lakó állatokért? Elsősorban mindenképp, ha ugye rászoruló kóborállatot látunk, akkor jelezzük a megfelelő illetékesnek itt Ajka környékén, ugye nekem, más városban ugye az adott gyepmesternek, mindenhol fenn vannak a telefonszámok, interneten. Aztán folytatásként az is nagyon fontos, hogy a környezetünkbe figyeljünk, legyünk leleményesek, nézzük meg a szomszéd, hogyan tartja az állatokat, ez is nagyon sokat számít. Ha a kivetni valót látunk benne, akkor szóljanak, akkor is állatvédőknek, vagy próbáljanak meg ő maguk segíteni. Figyeljenek a saját kutyáikra is, ugye lassan nem lehet láncon tartani kutyát, a 2016. januártól egy olyan törvény lép életbe, úgyhogy erre is nagyon figyeljenek, és akkor mindenképp felhívom arra az emberek figyelmét, hogy a környezetükben lévő gyepmesteri telepet és menhelyet amilyen úton, módon lehet támogassák. Sok kicsi sokra megy alapon, a másik pedig az, hogy vannak olyan gyűjtések és olyan segítség, kérések és segítségek, ami nem kerül pénzbe. Például mi most műanyag kupakokat kezdtünk el gyűjteni, mindenféle műanyag kupak jó, ásványvizes, üdítős, de el kell mondjam, hogy jó például az ecetes, az olajos műanyag kupak, a mosószeres, a tejszíhabos például, és ha majd sok összegyűlik, akkor vannak ilyen különböző leadó pontok. Nem nagy összeget kell elképzelni, amit ebből lehet begyűjteni, viszont tényleg sok kicsi sokra megy. Használt takarók, pokrócok, törölközők, nagyobb méretű pólók, pulcsik, neki dobjuk a szemétbe, hanem juttassák el ide hozzánk, vagy van több gyűjtőpontunk is, esetleg otthoni olyan maradék, ami rizs vagy ilyesmi, annak hasznát vesszük, és természetesen kutyatáp, kutyakonzerv, és akinek esetleg felesleges kutyaháza van, amit már vagy nincsen kutya, vagy nem használ, mi itt mindent szeretettel fogadunk, lehet az kicsit sérült, vagy hibás, vagy ütött, kopott, mi abból is hasznosítjuk, amit tudunk.